mi szekciónkban szinte előadó művészek jelentek meg. Nem volt egyszerű dolga a bíráknak idén, ugyanis 44 dolgozat közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Immáron 37. alkalommal rendezték meg Szekszárdon az országos Csapó Dániel emlékversenyt. Fülöp Mónika, a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképző iskola és kollégium igazgatója elmondta, az elmúlt évekhez képest ezúttal kiemelkedően sok diák mérettette meg magát az eseményen. Nagyon változatos a témaválasztásuk, nagyon dicsérendő az, hogy belemernek menni gazdasági számításokba, keresik azokat a témákat, amiket tankönyvekben nem lehet megtalálni. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitívum a versenyzőknek, hiszen olyan ismeretekhez és tudáshoz jutnak, amit tankönyvből nem tudnak megszerezni. Az előző esztendőkhöz hasonlóan most is három kategóriában indultak a versenyzők, ami nem más, mint az alternatívák a mezőgazdasági termelésben, hagyományok, értékek megőrzése, a vidék fejlesztésének lehetőségei és az élelmiszeripari technológiák bemutatása volt. Székely Erika, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési és szaktanácsadási igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a szervezetnek kiemelten fontos a pályaorientáció, hiszen szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy minél több fiatal válassza az agráriumot. Aki már benne van az agrárszakképzésben, azok számára pedig egy-egy ilyen verseny, mint a Csapó Dániel emlékverseny is, ahhoz járul hozzá, hogy a portfólióját, a projektjét, amit összeállít erre a versenyre, amivel indul és megméretteti magát, abban elmélyed. Abban ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gyakorlati oldalról közelítse meg, hogy a magáénak érezze a területet, hogy lássa azt, hogy hogyan tud a jövőben majd ebből az ágazatból megélni, ebben az ágazatban érvényesülni. A statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt években egyre magasabb az agrárszakképzésbe felvételizők aránya. Az igazgató hozzátette, hogy a NAK-nál pedig azon dolgoznak, hogy ez a szám a jövőben még tovább növekedjen.